Az iskolai szünidőben mindig nagyon fontos, hogy a gyerekek nem maradjanak programok nélkül, ezért a városban számos táborozási lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére ezen a nyáron is. A Hajdú-Böszörményi Tankerületi Központ fenntartásában működő Bocskai István általános iskola tanulói számára elfogós pályázat keretén belül biztosították június utolsó két hetében a felhőtlen kikapcsolódás lehetőségét. A Csoroszarvas iskolai közösségi program nevű pályázat már több éve zajlik a Bocskai iskola valamennyi intézményegységében a nyári időszakban. Magyarország kormánya a felhívás során célként a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozását, az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban az iskolai lemorzsolás csökkentését tekintette szem előtt. Célja továbbá a köznevelés minőségi fejlesztése különböző tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élmény alapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élményé formálására. A konstrukció célja olyan tematikus, napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanuló tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiségfejlődéshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás szintere nem csak az iskola lehet. Az EFOP csodaszarvas táboroknál mindig az volt az alapkoncepció, hogy a gyerekeknek olyan élmény nyújtsunk, amit évközben nem nagyon sikerül megszerezniük. Ez a tantermen kívüli tanulás egyik nagyon fontos formája, hiszen itt a gyerekeknek mindenre van idejük. Egész nap azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek. Ilyen tematika szerint jelentkezhettek a táborokba a különböző foglalkozásokra. A táborok 8 tematika köré szerveződtek. Így többek között a nomádis kaland, közlekedés, kressz és sport, idegen nyelv, a környezetvédelem és tudatos fogyasztói magatartás, hagyományápolás, művészeti nevelés, digitális világ, valamint életvezetés és közösségi szerepvállalás. A két hét során a 19 táborban 345 gyermek és 40 pedagógus vett részt. 19 táborba jelentkeztek a gyerekek, ezek közül 17 napközis tábor, 2 bentlakásos. Két hét alatt sikerült ezeket a táborokat véghez vinni, és közel 40 pedagógus, vagy pont azt hiszem pontosan 40 pedagógus vett benne részt. A helyszínek legtöbbje az iskolákban történt, a különböző intézményegységek helyein, de voltak közöttük kinti táboraink is, például az Alkotóházban, voltak Endereskertben, és itt nem csak, hogy itt voltak a gyerekek, hanem különböző helyszínekre is ellátogattak, szinte mindennapos vendégei voltak a könyvtárnak, helytörténeti gyűjteménynek, aztán jöttek-mentek a városba, úgyhogy biztos látott minden városlakó kis sárga sapkás gyerekeket, mert erről voltak felismerhetőek ezek a gyerekek, akik a EFOP-os táborban részt vettek. A gyerekeknek szinte megszámlálhatatlan program lehetőséget kínáltak a táborvezetők. A hasznos tudás megszerzése mindig szigorúan játékos formában történt. Rengeteget alkottak, kézműveskedtek, így fejlesztve saját készségeiket. Ez az a jelenet, amikor Ká megszorítja Mauglit. Ez még az a jelenet, hogy ugye így összegyűltek, és igen. Ezt tanácskozták meg. Igen. És itt ez a színes, ez itt a naplemente. Igen. És itt meg a fák, itt a gyümölcs, itt rajta a hegy, ahol ez a domb. Természetesen a tánc, a mozgás, a biciklitúrák és az önfelett játékok sem hiányoztak a tábori életből. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, és rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak a tudósok során. A múlt heti táborokról már kaptam visszajelzést a pedagógusoktól és gyerekektől is. Hát nagyon-nagyon elfáradtak, ez részben jó, részben ugye tudjuk, hogy miért fáradtak el, hiszen a nap 24 órájában szinte
kitöltötték az időt a pedagógusok. Maguknak biztos, a gyerekeknek 8-tól 4-ig voltak ezek a foglalkozások, nagyon élvezték a gyerekek. Egy kicsit talán a nehézséget jelentett a nagy meleg, de ezt is megoldották a pedagógusok, hiszen fürdőtől kezdve minden hűsítő programot igénybe vettek. Nagyon-nagyon jól érezték magukat. Fényképek alapján elmondható, hogy látszik a gyerek arcokon, hogy örömmel vettek részt ezeken a foglalkozásokon, hiszen nagyon változatosak voltak a napjaik a gyerekeknek. Minden héten mentek kirándulni, szerdán és kedden voltak ezek a kirándulós napok, voltak Debrecenbe, Tokajba és Nyíregyházán, ezek a mi táboraink, onnan is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hiszen nagyon rugalmasak voltak a buszsofőrök, légkondicionált buszokkal utazhattak, és nagyon tartalmas napot tölthettek el ezeken a kiránduló helyeken is. Nagyon jól éreztem magam ebben a táborban, a kedvencem a közös játékok voltak. Foglalkoztunk az ökolábnyomokkal, és több kreatív dolgot is csináltunk. Én nagyon jól éreztem magam. Jó volt ez a tábor sok programmal, gazdagabbak lettünk, sok tudást szereztünk. A legjobb program volt talán a Agóra és a botanikus kert, az nagyon tetszett, ott is sok program volt, ott is nagyon sokféle tudást szereztünk, és hát nagyon jó volt az egész hét. Én nagyon jól éreztem magam ebben a táborban. A legjobb az volt, mikor kedden kirándulni mentünk az Agórában. Sok érdekes információt tudtam meg az ottani dolgokról. Sok érdekes dolgot kipróbáltunk, és nagyon sok tudást szereztünk. A hétben vízi játékoztunk, vízi bombáztunk, vízi pisztolyoztunk, és sokat festettünk, és a természettel kapcsolatos dolgokról tudtunk meg sok információt. A legjobb talán még a hétben az volt, mikor egy tornyot kellett építeni hurkapálcákból, és aki a legmagasabb lett, az kapott egy 2 banános csokit. Nagyon jól éreztem magam ebben a táborban, rengeteg új dolgot tanulhattam meg. Nagyon tetszettek nekem a szabad foglalkozások, illetve a csendes pihenők, de a kisvonatozás is nagyon jó volt. A Csodaszalvas nevű EFOP-os tábor nagyon sok munkával, szervezéssel járt, mind a pedagógusok, mind a megvalósító tönkörületi központ részéről. De látva a boldog gyermekeket és az önfelett mosolyt az arcokon, megérte minden fáradozás, hiszen a program nyújtotta lehetőséget maximálisan kihasználva, igen tartalmas élménytúrán vehettek részt a diákok és a pedagógusok egyaránt. A nyári táborok java még csak most kezdődik városunkban is, hiszen az iskolák mellett több egyesület, intézmény és civil szervezet és számos nyári táborozási lehetőséget biztosít a szünidő alatt. Tehát még most sem késő jelentkezni a meghirdetett táborozási lehetőségekre.